Sziasztok, tesók, mi újság van? Itt vagyunk egy újabb videóba. Bedére ráadtuk a szauna ruhát, most ő ebbe fogja ezt végig kísérelni. Én pedig ilyenbe vagyok, mert szaunázni fogunk ma. Kibírja tovább a szaunába, ez lesz a mai videónk témája. Szauna után ugye szoktak merülni. Nekünk itt van egy egész medencénk hozzá. Igen. A rajna. Tisztottak hülye. Van egy mobil szaunánk, és ma ebbe fogunk bemenni, és nem a miénk amúgy. Ma a miénk, bocsánat. Tesók, köszönjük szépen, hogy nézed a videót, köszönjük szépen, hogy itt vagytok nekünk. Iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, minden, amit szokott csinálni egy tini fiú, lány, gyerek. Kezdhetjük? Mi a taktika? Ki hogy fogja tovább bírni? Én ebbe a szaunruhában biztosan tovább fogom bírni, mint ti. Azért, mert ez hőben tartós, és a saját hőmet tartja bent. 36,5 Celsius fokban leszek végig. Hát, milyen logikus, nem? Nekem az a taktikám, nem iszok vizet közbe, ne legyen mit kiizzadni. Itt az agyadat nagyon-nagyon kontrollálnod kell, ez egy mentális játék, vagy ezt hogy kell mondani? Mental game. Igen, túl kell feszíteni a határaidat. Ez a sauna fel tud menni akár 100 fokra is. Nem biztos, hogy a 100 fokot már kibírjuk, de a 90 fokot is megpróbáljuk. Most jelenleg kb. Ilyen 50-60 fok körül mozog bent, és ezt szépen fokozatosan visszük feljebb, és a végén meglátjuk, hogy ki lesz sült csirke. Akkor fogd meg a másik oldalát, és akkor próbáljuk meg 90 fokba felemelni. Mert? Oh my God, nyilván a szauna közben mindig nehezíteni fogjuk, enni fogunk csípőst, ament hideg virgáccsal fogjuk egymást csapkodni. Tartunk egy szauna szeánszot is. Így kell majd csapkodni. Én meg már közben így mozgok így. Térjünk vissza, a YouTube-on vagyunk még egyébként, ott vagyunk még. Nézzük, lehet, hogy ez a része nem oda fog felkerülni. Lehet. Csapjunk bele a lecsóba. Hú, Taki nagyon rá van feszülve a játékra. Hogy készültél a mai versenyre? Sehogy egyébként, én egy király vagyok. Én fogom a legtovább bírni, ne röhögjél, mert ez így van. Bírom az akadályokat. Haza lehet még menni. Most úsztam egyet, de rájöttem, hogy minek, hát úgyis kiizzadtam volna. Rakjátok ide a kezeteket. 3, 2, 1. Szauna! Ja, a szaunát? Ja, igen. 3, 2, 1. Szauna! Szauna! Szeretném, hogyha barátságos mérkőzés lennél, senki nem verekedne össze a másikkal, mert ő a jobb. Csak kamera van a kezedben, pedig akkor átkapnám. Átadom, Taki, akkor. Gyere már! Ne akarsz visszajönni. Ápiljenek még. Oké, bemegyünk. 3, 2, 1. Indulhat a verseny! Kínos visszaszámláló pörgött le most. Jól láttok? Nagyon jól esik amúgy hideg után. Fiúk. Nekem egy dolog esik jelenleg jól, az, hogy a lábaim azok úgy le vannak fagyva, és most kezd kiolvadni. Nézzétek, amikor... Most olyan tüdőnk van, mint egy 60 éves dohányzónak. Jelenleg 50 fokon vagyunk, innen fogjuk kezdeni. A Pali azt mondta, hogy 100-ra meg 110-re, hogy 110 foknál már így elkezdesz bugyborékolni, szóval benned a víz az elkezd felforni. De izzadok. Már most. Tényleg már. Én miért most? Nekem ennyi elég volt, srácok. Amúgy szerintem én is megyek ki. Ezzel mit kell csinálni? A körön. Körön kell tenni, de úgy rá ne önsd, ember. Meg fogunk fulladni. Igazából. Amúgy szerintem az a töltség az. Szerinted forró? Tényleg mentolos? Én is ezt érzem. Én is érzem, mentolos. Komám! Majd nézzelek meg. Hát én már kezdek izzadni. Hogy látszik? Nézd már ide bele! Helyzetek, hallod a ruhádban, neked bármennyi lesz. Vagy te is izzadsz amúgy. Amúgy igen. Én nem. Én izzadok amúgy, mert nem érzem. De nem, de abszolút semmi nem. Tényleg nem csinálsz. Csak pirosabb a fejed. Már nem kapok levegőt. Alfa mélz. Szigma. Szemembe folyt a saját izzadtságom. Tudjátok milyen kemény 2 hét után, hogy alkoholista vagyok, és ez folyik ki a szememből kajokra. Akik él vodkátok, tartsátok a kezeteket. Hogy nézek ki? Fulladok. Kezdek be rosszul. Ezek a verejtékek az arcodon, mit mutatnak? Na. Az, hogy te egy olyan kemény ember vagy, még soha nem látott senki. Gondoltam amúgy, hogy ez lesz a vége. A mai napi teljesítményedet olyan szinteken kell hoznod, hogy még senki... Ne röhög ki az üvegizgalok, jó? Jó, én ne röhögjem ki, nekem itt röhögő görcsöt kaptam. Mindenkinek nagyon nagyot kell aratnia, ugyanis kibírja tovább a szaunában. Folyik a hátamon a víz. Mutasd! Kemény mi? A tetkód még így is átlátszik. Anyád, kajak, én lefekszem, jó, a földre. A lent is hűvös lenne. Amúgy eskükszem. Tanultatok fizikát amúgy, hogy a hő merre száll? Merre száll? Balra. A hő felfele száll, és azért kell mindig lejjebb menni, hogyha esetleg láva folyna be a házadba, menjél le a pincébe, és akkor minden oké lesz. Ha folyik a láva a földön, akkor oda lefeküdjek mellé. Akkor a legkevésbé melegebb. És hogy raktunk rá ebből a dézsából egy keveset. Így most 65 és 70 fok között mozog, inkatozik így felle. Mennyire volt forró, Bali? Nagyon! Ez nagyon meleg. Nice. Valaki adjon már egy gyújtót. Valakinél van babaolaj, hogy jól nézek ki a felvételeken? Vagy elég... Elég az is, hogyha valamelyik jutóknak a homlokáról zsírt leszedem. Nekem nincs az enyémben, az a baj. Az biztos! Halljátok, én tényleg most viccen kívül, hogy annyira, de annyira fázom. Megnézzük, hogy ki jó elkapásba. Dobálunk egy kis követ, jó? Jó. Úristen, meg sem merném fogni. Halljátok, a túljutott bele. Túlj be a hajadba. Ú, ez tűzforró! Most mindenki látta a homlokat meg a hairline-omat, most ebből lesznek a mémek, igaz? Bele, neked nincs meg a mondani valód? Nincsen. Én nagyon rosszul vagyok, amúgy kezdek megőrülni. Nekem is azt hittem, hogy az a baj, de rájöttem, hogy nem. Nem lett jobban, fokkal sem. Na gyerekek, hogy duplán izzadjunk, kell egy kis gyakorlat is szerintem hozzá. Őszinte legyek, én nem bírom sokáig még. Veled mi a helyzet vele? Neked vérvörös a fejed, izzadsz, és mind tényleg egyben minden, ami egy emberen látszódhat, amikor rosszul van. Az alfa mélek csak így csinálják, egy csepp izzadság. Benélem most egy csepp izzadság gördül le az arcán. Az is csak egy könny. Értetek? Igen, egyébként. Értünk, értettél. Hogy feszül, nézzétek csak. Új, az a trinyó. Mi a helyzet, Balázs? Levegőt nem kapok amúgy itt. Jó volt? Aha. Uff, az igen, azért feszül, piros okay. Lettél egy kicsit. Pofám, üdv, nekem is. Most így ennyit csinálnék, és az egész bőröm lejönne. Nekem így feszül az egész. Akkor most rakunk rá egy keveset. De csak oda amúgy. Felem elé ment. Na, normál? Csípja a számat. Hívjátok be mi. Tűrőszétek le nagyon. Most nézzük a hőmérőt. 70 foknál tartunk. 70 foknál. A testünk maximális kapacitását szerintem elértük, és innen már csak az agyad konszolál. Egyféle nehezítés rakjunk rá most, aki a pólót, ami itt volt, ezt vegyük vissza. De bá, de. Ebben nem szabad mozogni, mert annyira forró ez a ruha. Tehát, hogy rá is fog olvadni a testedre, mert mi van itt. Én kezdek szabadul lenni. Gyere! Én nem vagyok jól. Én adnál jobban. Leveszem le, most már. De akkor te kiszálltál? Én ezt leveszem. Akkor itt vegyem le? Nem, hanem hogy kiszálltál, ez azt jelenti. Belének ennyi időt adunk. Nekem viszont most kezdődik még a game. Egy, kettő, kettő. Mi az, hogy kettő? Mi az, hogy kettő? Mi az, hogy kettő? Nagyon-nagyon forró. És most már is mondhatom azt, hogy forrón a címban. Ujjjj. Hát aki nem bírom. Elfolyik a kezem. Nincs mese bali. Te akkor is itt vagy mellettem, amikor a legrosszabb időket járom. Itt vagyok, itt rohadok egy kibaszott szaunába, és te itt vagy! Itt Bros before home! Bros before home! Azt a rohadt, te milyen vörös vagy! Nagyon szó voltam, muszáj volt kimennem. Hagy fogjanak már még. Ez egy akkora küzdelem, akkora megmérettetés, hogy ilyet még tényleg soha nem csináltunk. Úgy érzed magam, mint nyáron. Tudod, nincsen nálunk légkondi, aztán nyáron fent a 10-en nagyon volt. Azt mondja már meg nekem valaki, hogy a szaunában mit lehet csinálni amúgy? Tisztulni? Ennek milyen féltelme van, hogy tisztulni? Hát nem tudom amúgy, ki akar megtisztulni? Hát én biztos nem. Megyek is a ennyi voltál? Ja. Hogyha elmentek szaunázni, ne tekerjétek fel szerintem a fokot 140-re, mert az tényleg látjátok, hogy nem jó. Kb. Ilyen 40-50-nél maradtuk. Az a biztonságos zóna, ez viszont már nem, mert az izzadságomtól ázott ki a kezem. Az kemény, tényleg. Nagyon kemény. Ez. De azután akkor legalább, hogy kimegyünk, ilyen vékonyak leszünk. Nem azért szoktak a sportolók is ide bejönni? Nem igazán. Ebbe segít egyébként pont. A feszítésbe. Ordítsál bele akkor, hogyha nem vagy. Mindig úgy érzem, hogy a designer cuccok rajtam lennének, tudod. Akkor nem lenne meleget. Akkor nem lenne meleget, itt lenne rajta Ice meg ilyenek. Az Ice már leolvatott. El is mondhatjuk magunkra, megvan az első 20 perc. Gratulálok nektek, köszönöm szépen, hogy eljöttetek ma velem. 20 perc! A 80 fokos itt bent az időjárás. Gondoljatok már bele, hogy duplája, ami nyáron szokott lenni. Képzeljétek, ennyi lenne amúgy. Én elköltöznék Afrikába. Meghalnék. Miért pont Afrikába? Nem az a hideg, ez az Antarktisz. Most jön a nehezítés, csípős ramen. Tudok egy jó megoldást arra, hogy ne legyen meleget. Inkább most hány ingerem van. Vegyétek el tőlem, nem látok semmit. Én videózok. Jó. Én nem tudok ebből pálcával. Hogy kell, hogy... Nem csapódok! Ki ne hűljön ez a szoba. Meg ki ne hűljön a kaja. Kóstoljátok meg. És ez a legcsípősebb ramen, amit lehet kapni a boltban amúgy. És hoztuk, kaptunk még innivalót is. Azért muszáj a hidratálás, gyerekek. Tudjátok ti is, hogy nyáron inni kell a vizet. Mi is iszunk. Már csak kóstoltam még. Taki nem tudja, hogy kell lenni. Csak bébi kaját teszek amúgy. Erős? Ah, eléggé. Takinak hozzatok már kanalat. Nem tudtam még megkóstolni sem. Elég voltam, úgy köszönöm. Amúgy én nem eszek belőle, végignéztem diéteket is. Nem voltak pozitív. Balázs, mit csinálsz ennyi ideig? Ráadásul forró is. Gyerekek, egy kurvára forró ráment zabálunk, ami rohadtul csíp, és közben annyira meleg van, hogy ezt elmagyarázni nem lehet köbben. Az itt mi? Hát azért nem lehet olyan szar. Ilyes vagyok. Nekem is most kijött ugye a méreganyag, és ilyes lettem. Á, ez nagyon csípős. És próbál minél gyorsabban enni, hogy ne csípjen annyira. Valaki ezt túlsózta, jár, mert közben izzadság csöpőben van. Ezért ilyen sós. Ha ez nem csinál, akkor én most kimentem volna. Úristen, ez de jól esett. Én nem sokáig fogom bírni amúgy. Most is nagyon rosszul vagyok. Én is hasonló vagyok. Nekem mar a pofám. Minden bajom van nekem is. Aki valaminak készen látom a fejét, hogy... Nekem muszáj kivennem. Senkinek se kívánom, komolyan mondom. Az első 5 perc az jó volt. Most ez már, hogy így fél óráig benn vagyunk, meg ramen zabálunk, meg hasgyakorlatokat. Én ezt már nem bírja el a szervezetem. Mentálisan ezt nem lehet bírni. Oké, takikám. Eddig barátságos mérkőzésnek ment ez a dolog, viszont... Marapofám, mit a sz... Barátságos mérkőzésnek indult, de én úgy érzem, hogy ebben verseny lesz. Most nagyon szenvedek. Az lesz, hogy te is kivész, vagy mi? Én megnyerem ezt most. Szerintem én fogom megnyerni. Marja, a számot is érted? Nekem az is jó, hogy szívom be volna a levegőt, még pluszba, az még jobban marja. Csubakka volt. Mint amikor széket rosszul húzod el, vigyálj, kortyod, taki. Nekem nincsen rossz kedvem, mivel itt mosolyog rám ő. Milyen aranyos amúgy? Nagyon aranyos, csak lövel ki magából legalább 100 fokot. Mi van, öcsém? Na jó, csak! Még nem, itt az a lényeg, hogy kibírja tovább minden persze. Tűz forró a hajam! Fogd meg a térdet! Nagyon fáj amúgy. Nekem amúgy fáj bent lenni, vágod? De mi csinálsz? Hideget tolod rám! Ez hülye! Menj már innen! Nem álltak ki? Ennyire forró! De meleg! Ha nézzek! Kérjük most a következő kis szeánszunkat. Srácok, ezt nézzétek meg! Vagyunk 95 fokban ide. Ezt tényleg ne próbáljátok ki otthon, mert 100 foknál ez nem egészséges már. Egészséges. Megyünk ki, mint hogyha öreg asszonyok lennénk. Milyen jó szottya. Órában töltött idő megtanított arra igazából, hogy túl kell feszíteni minden határt. Amikor már azt mondod, hogy feladnád, ott kell azt mondanod, hogy nem, nem adom fel, és még a dupláját leülök. Így voltam kb. A felénél a videónak, hogy én már azt mondtam, hogy nekem ez már nem kell. Kitartás! Sosem vészel bennem. Itt van, amíg Taki is itt van. Te tartod bennem az erőt. Jössz, faszít. Ó, azt a k***a! Hallod? Olyan, mint itt vagyunk a kétől sütőt, és a meleg megcsap. Megcsap. És megfinganénk közben, jól lenne? Halljátok, szerintem már, hogyha raknánk rá, akkor szétrobbanna. Lehet, hogy már most is robbanni fog. Azt a büdös. Itt égen. Nekem is. Itt már nem az van, hogy izzadszú, de melegen van izé azért, hanem ez már tényleg fizikai fájdalom. Vágyom már rá, hogy egy kis levegőt szívja. Na, és mikor néz ki? Majd. Úgy jöttem ide, hogy én ezt megnyerem. Szandor, igen. Megyek már. De még nem egy ilyen, még benne most fog készülni nekünk egy szeánszal. Terveztük volna még azt csinálni, hogy fél óránként veszünk fel ruhát, de viszont amikor már értünk a videónak ehhez a részéhez, ez már nem játék. A kezem az már mindjárt kidurran, az erek szétpattannak. Folyadékhiány is van, és emiatt veszélyes ezt nagyon csinálni. Majd eddig 18 év alatt összekapartam. Mérget, minden. Az most itt kijött, itt hagytam. Most itt ebben a szobában újjászületsz. Jön a messiás! Letépném magamra a pólót amúgy. Én a bőrt tépném le egybe. Jöhetek kis meglepetés, fiúk. Jöhet. Itt már semmi nem meglepetés. Azt a k***ra! Ne van! Ez fájdalmas! Hozzávágj másiket, már meleg. Ez már meleg. Nem látok én, olyan, mint amikor beomásodik a kamera, úgy látok. Ez most komolyan mondom, ez már nem egészséges, akkor tök... Állj fel! Tudod miért? Mert a szempilláda rámegy a pára. Párásodik. Yes! Hogyha kijöttök, akkor még kaptok egy ilyen adagot, jó? Kaksa, köszik el! Egyezünk meg egy döntetlen? Nem! Bőven el vagyok. Tényleg az a baj, hogy kimegyek, akkor meg összeesek, úgyhogy már szerintem tök mindegy, hogy mit csinálok. Ha maradok még egy 20 percet, akkor is összeesek, ha kimegyek tovább. Csak oda tapacsítunk egyet. Jó, valók sem. Szólok, én bírom. Végeztél? Ennyi voltam. Csőtaki! Csőtaki! Csőfaszi! Ennyik vagytok! Láttuk meg, Tóth Balázs végre megnyerte az élete első versenyét! És nem csak a videóban, való életben is soha nem szoktam semmiben nyerni, múltkor balkobáztunk, azt is elveszítettem, de nem baj! Az a lényeg, hogy most nyertem végre egyszer! Hogy érzed magadat? Mik a fejlemények? Jó volt egyébként, jó az a hüveg, hideg. Ha látnátok, hogy könnyezek, az csak azért van, mert csíp, de tele a meleg a bent, nem csúnya az a második hely. Vérvörös a fejem, nagyon izgatott vagyok. Úgy érzem, hogy már én sem bírom tovább, megnézzük a hőfokat. 96-ig csúszott fel, 96 fokba itt bírtam. Kimondhatjuk azt is, hogy kibírtam majdnem 100 fokos meleget. Csőszauna egy élmény volt. Balázs, te meg mit csinálsz? Megnyertem is, készülről beszélünk. Én ezt döntetlennek ítélem egyébként meg. Nem, én voltam bent tovább. 3 másodperc. Még egy kis csapkodás, fiúk, itt kint. Jó van, faszi. Ez nem újon. Te k***! győztem! Életemben nem izzadtam még ennyire szerintem. Életükbe sétálok. Épp azt mondta, hogy nem menjünk bele, azt nem mondta, hogy miért. Azért, mert szívrohamot kapsz köbben. Ja? Egy pár motivációs szó, illetve tanulsága a videónak. Mi értelme volt ennek, hogy a szaunába kibírja tovább, ez egy nagy hülyeségnek gondolhatjátok. Ennek az volt a lényege, hogy bemutassuk nektek, hogy a korlátjaitokat az csak saját magatok tudja. Korlátaitokat, az csak saját magatok tudjátok kontrollálni. Szóval, hogyha van egy futóverseny és a felénél azt mondod, hogy te nem bírod, akkor kell azt mondani, hogy de bírod, és el tudsz futni a végéig. Okoskodtam most egy keveset, mert felfőtt a fejem kicsit. Köszönjük, de én nem bírom. Köszönjük szépen, tesók, hogy itt voltatok ebben a videóban. Nyomjatok egy lájkot mindenféleképpen, iratkozzatok fel, és készüljetek, mert decemberben lesz még sok ilyen hülye videó. Csá!